Mossak kezet, meg fertőtlenítsek mi, de az adagolót nem képesek megtölteni. Van egy ilyen Herkules nevű YouTube csatorna, egy kisgyerek csinálja, egy magyar kisgyerek. Ami elromolhat, az el is romlik, kivéve a lada, mert a lada az elpusztíthatatlan. <laughs> Egész jó bírja. Nem fogjátok elhinni, de ez a Béla autója. És csodálkozik, hogy ma már kétszer mentek bele hátulról. <laughs> Hogyha még nem unod a videót és itt vagy, és szeretnéd támogatni a csatorna fejlődését, akkor kérlek itt a videó alatt használd a szuper köszönet gombot. Köszönöm szépen! Szerintem ennél az automatánál az alacsony keresetű emberek vehetik ki a fizetésüket. Igen, igen, minden új évkor ez van. Veled történt már az, hogy mindig az előző év számot értad? Ilyenkor egy pár hónapig azért mert az ember még egyből kanyarintja majd a 2023-at, közben 24 van. Mire megszokja 24-et, akkor már 25-öt kell írni. Amikor Pistának azt mondták, hogy ősszel nem lehet majd kint fürdeni a medencébe, akkor ő csak annyit mondott, Fog meg a söröm! Amikor Elon Musk megígéri, hogy te lehetsz az első, akit kilő a marsra, majd rájössz, megint csak nagyokat mondott és átbaszott, mert a Balatonba landolsz amikor olyan értékes az üzemanyag, hogy már nem embert meg drogot csempésznek. A mai menü bableves fagyi virslivel. Még több receptér, kövess be! Jó étvágyat! Hallod, én ma úgy berúgtam a nyugatinál, pedig esküszöm, hogy többet ittam a keletinél. Béla szereti a biztonságot, ezért a rollert is gondosan lelakatolta. Ez itt egy bontókalapács. Jól figyeljenek rám, mert csak egyszer mutatom meg, hogy hogy kell használni. Döbbenet, hogy a szem, hogy be tudja csapni az embert. Ez egy nagyon jó példa, ezt a képet imádom egyébként. Ahogy mozdítod a szemedet, teljesen más, hogy látod. Ugye milyen érdekes? Sajnos egyre több termék árát emelik fel az üzemanyag áremelkedések miatt. Tegnap bementem a boltba, és elszörnyűködve láttam azt, hogy felemelték a méz árát is. Nem is tudtam, hogy a méhek dízellel repülnek. Van egy jó hírem azok számára, akik aggódnak az üzemanyag árak emelése miatt. Megjelent az új bio kabrió. <laughs> Na ezt valaki írja le nekem, hogy... Ez, ez mi? Ez, ez most... Ez, itt, itt vajon mire gondolt a költő? Vagy a mester? A mester? Ez itt micsoda? Ha mellé pisász, akkor, akkor nem pisálsz mellé, hogy mi? Ti is szerettétek a Disney mesébe azt a cuki, aranyos kis Mickey egeret? Bennem most egy világ dőlt össze, hát ez így néz ki. <laughs> Állítólag mióta felfestették ezt, azóta senki nem tud szögletet rúgni. Mekelisztereknek üzenem, hogy ha idén is otthon felejtitek Kevint, megyek, szólok a gyámügynek. Jaj, de szép az autód! Neki ugorhatok indokolatlanul? <laughs> Átugranál a szomszéd asszonyhoz, amikor nincs otthon a férje? Itt ezt könnyen meg tudod tenni. Csak az a baj, hogy ez kiderül, akkor a férje is át tud ugrani hozzád hamar. Kiröhögtetek, hogy kabrión van mi, de én legalább haza tudom vinni a fenyőfát. <laughs> Amikor valaki azt képzeli magáról, hogy mekkora király, én mindig így képzelem el a házát. A trónnak ott kell lenni fönt. Király vagy? Azt mondta a főnököm úgy tegyen fel a villanyóra szekrényt, hogy vízbe legyen. Vízbe van most, meg kirúgott. Figyelj, létezik olyan, hogy látványkonyha, látványpékség, ez meg látvány, vécé. Mindenki végig tudja nézni, hogy sza. Hogyha emlékszel ezekre, akkor te is egy jó évjárat vagy. Nekem innen a kedvenc, még a mai napig, mert szerencsére ezeket még lehet kapni a boltba, a Bohóc. Nálam ő a favorit. Finom mindegyik, a Lottó se rossz, Eperjó se, Szamba az már azért annyira nem jön be, Kapucinert is ritkábban, de mondom, amikor tehetem, én a Bohóc csokiból mindig veszek. Az a favorit. Neked melyik? Írd meg kommentbe! Minek ellenség, hogyha van egy debil gyereked? <laughs> Ma arra lettem figyelmes, hogy csattant egyet valami. A szobában leszakadt a függöny. Bementem, esküszöm, hogy összeszartam magam. A mai fiatalok karácsonyra iPhone-t, számítógépet, tabletet és egyéb dolgokat kapnak. Amikor én fiatal voltam, én ilyet kaptam karácsonyra. Kíváncsi lennék, hogy van-e köztetek olyan, akinek szintén volt ilyen. Úgyhogy, ha van, akkor légy szíves, írjátok meg kommentbe. A mostani fiatalok nem tudják, hogy bizony ez a telefon, ez volt a csúcsmobil annak idején. Nokia 3210-es névre hallgatott, és 1999-ben jelent meg. Ugyanúgy néztem ámulva ezt a telefont a kirakatban, mint most a legújabb csúcsmobilokat, mondjuk a legújabb iPhone-t. Még emlékszem, a városunkban volt egy használt mobilos, és a kirakatba ki volt rakva, és erre tök emlékszek, hogy így néztem te átott használtan került 2000-be 30 ezer forintba. Gondolj bele, 2000-ben a minimálbér 25.500 forint volt. Ez a telefon meg használtan 30 ezer. Szóval, hogyha minimálbért kerestél, akkor még használtan se nagyon tudtad megvenni egy havi pénzedből azért durva így visszagondolni. Az a helyzet, hogy már annyi mindent lehet vásárolni a boltokba, hogy mióta megvettem ezt a papucsot, a szomszédom azt hiszi, hogy a kutya szarja össze az udvarát. <laughs> Szerintem ez nem sikerült annyira jól. Még van mit gyakorolni. Alacsony költségvetésű autópálya melletti park. A Pista azt mondta, hogy ő nem fog költeni drága biciklizára, mikor van otthon lánc. Aztán ez lehet még erősebb is, mint ezek a mostani biciklizárak, nem? Az előző videómban elmeséltem, hogy milyen bunkó voltam az állatkertbe. Így, te, nem szabad. Na, szóval az a lényeg, hogy eszembe jutott az, hogy annak idején, amikor tömegközlekedési eszközt használtam arra, hogy a munkahelyemre bejárjak dolgozni, akkor hát unatkoztam. Én nem szeretek ilyen helyen zenét hallgatni, és így elkapott az unalom, és tele volt a busz. Hát mondom, akkor most kipróbálunk valamit. És elkezdtem így kifele bámulni a buszon, hogy hallod, a busznak a 99%-a, vagy a 100%-a a sofőrön kívül, mindenki nézett kifele, hogy én mi a francot nézek. <laughs> Próbáljátok ki, hogy ültök a buszon, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön, akkor bámuljatok ki, mint nagyon néznétek valamit, és nézzétek meg az emberek reakcióját. Garantálom, hogy mindenki bámulni fog kifele, és azt fogják keresni, hogy te mi a francot nézel. Írjátok meg ide kommentbe, hogy csináltátok-e, és nevessünk együtt ezen az egészen. Most mit röhögtök? Miért csak a medencét lehet besülyezteni? Sajnos ez a kép megmutatja azt, hogy ha majd egyszer meghaltál, akkor is be kell járnod dolgozni. Jézusom, milyen tetoválás! És ez mire jó? strandon jól mutat, vagy... vagy... Eh? Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert én egyszerűen nem jövök rá. Melyik tehén néz feléd? Az A vagy a B? Írjátok már meg kommentbe, légy szíves, mert kíváncsi vagyok rá, nagyon. Szerintem az A, vagy lehet, hogy a B. Hallod, Sanya, túl hosszú a rakomány, ezt így nem fogjuk tudni hazavinni. De... Lemész a pincébe, és amikor visszafelé elindulsz, akkor hirtelen lekapcsolódik a villany, és a félhomályban őket látod meg a lépcsőn. Mit csinálsz? Én tudja, hogy besza. Végre itt a tavasz. Ki lehet ülni a kertbe kávézni?